Honvédségben csak és egyedül a teljesítmény számít, az, hogy meg tudjuk védeni, amit ránk bíztak. Akik itt együtt dolgoznak, bajtársak, és nem számít, hogy honnan jönnek, csak az, hogy összetartoznak, mondta Hende Csaba honvédelmi miniszter november 28-án a Stefánia palotában a Jövőnk a hazavédelme című a seregben lévő romák helyzetével foglalkozó riportfilm bemutatóján. Ez a film olyan romákat mutat be, akiknek sikerült. Akiknek sikerült elkötelezett szolgálatukkal megtalálni helyüket az életben, és részei lettek, egyenrangú részei lettek a honvédek nagy közösségének. Sikerült kemény munkájukra támaszkodva a honvédség segítségével kitörniük a szegénységből és azokból az ördögi körökből, vagy gyakran ördögi körökből, amiket a szegénység fon az életünk köré. A film bemutatóján jelen volt Várnai Márton, az országos roma önkormányzat elnök helyettese, aki elismerően nyilatkozott a körülbelül fél órás műről. Hát csomázom ezt a filmet annyival, hogy akkor lennék nagyon boldog, hogyha ez az imént látott 20 perces program fő műsoridőben egy kereskedelmi csatornában lemenne. Igazából akkor érni el célt ez a film, hogyha minél többen látnák, mert egy nagyon pozitív képet mutat, nem csak a honvédségen belüli roma fiatalokra, hanem általában, ami nagyon fontos lenne. Pont először ez a program egyébként itt az Országos Roma Önkormányzat és a Honvédelmi Minisztérium között együttműködés megállapodásban, hogy ilyen típusú programokat közelítsünk meg. Garai Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára beszédében elmondta, hogy a tárca üdvözöl minden olyan programot, amely segít lehetőséget adni a felemelkedésre. A fegyveres testületek és ezen belül kifejezetten a katonaság egy olyan életpályát, egy olyan lehetőséget tud adni a roma fiatalok számára, amit a magyar társadalom máshol nagyon nehezen. Nagyon remélem, hogy minél többen látni fogják ezt a filmet. Azok között a fiatal, felnőtt férfiak és nők között, akik még keresik az életben az utat, a felnőtté válásban vagy a családalapítás előtt állnak. Mert nagyon őszintének és igazán szívhez szólónak érzem a filmet. Nem egyszerű dokumentumfilmet láttunk, hanem egy olyan filmet, amiben megjelent az egész érzelmi háttér, ami egy ilyen hivatás választásával jár, és ami azt a családi hovatartozás érzést és azt a fejlődő képességet, a fejlődés irányát meghatározza az egész pályája során. A filmet a HM Zrínyi Nonprofit Kft. Katonai Filmstúdió munkatársai készítették a seregben szolgáló 5 roma fiatal megszólaltatásával. A szereplők egyöntetően azon a véleményen voltak, hogy a tanulás és a honvédség adott nekik lehetőséget a kitörésre.